Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A 3 kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Ez a kereszt megadja rá a választ. Ez lehet egy vallási téma, vagy egy spirituális terület. A kereszt jelenti azt is, hogy a sors utatok kereszteződött, tehát ez a kapcsolat, ez a találkozás nem volt véletlen. Azon kívül jelenti azt is, hogy milyen irányba akar mozogni, hiszen az ő élet útján ő elérkezett most ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba, itt döntésekről lesz szó. Azt is jelentheti, hogy ő elvárja azt, hogy te hozz döntéseket. A második kérdés pedig az lenne, hogy érzi magát. Bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is, ami foglalkoztatja őt, kivált nála félelmeket, hiszen benne van ebben a toronyban, ez olyan, mint egy labirintus, keres egy megoldást, keres egy kiutat. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled? Hogyan közeledik hozzád? Itt lesz egy közös életút, erre utal itt ez az út, ugyanúgy, mint a kereszt jelenti a döntéseket, egy új irányt, de kezdetben vannak még nehézségek, erre utalnak itt a kövek. Ezek lehetnek félelmek, vagy bizonytalanságok is, de ez elmúlik, mert itt látható, hogy már nincsenek itt ezek az akadályok. A következő kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a nap, megvilágít valamit, kiderül az igazság, nyitottan tudtok egymással beszélni a tervekről, itt lesz egy találkozás, és a nap az jelenti a melegséget, jelenti a közeledést, a bizalmat, a kisugárzást, a vonzó erőt kettőtök között. Akkor is, ha itt még akadályok vannak, lesz itt egy közös jövő. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!